170 éve történt, akkor is kizöldültek a fák, kisütött a nap. Vagy éppen elerett a hűvös, de már a tavaszt ígérő márciusi eső. A levegőben érezhető volt a változás szere. Fű, fa, bokor, essugalta. Talpra ifjak, talpra végre! Verjük le a lapot! Thank you.
még így figyelmeztette Petőfi a magyar nemességet. Még hír a nép. Most adjuk. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel, és nem kérte, vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégettétek. De szellemét a tűz nem égetétek, mert maga a tűz. Úgy vigyázzatok! Ismét pusztíthat el lány rajta. Az intő szó hiába való volt. A helyzet változatlan van. Március 15-e elindította a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot. Kossuth Lajos elindult katonákat toborozni, hogy megvédje a szabadságot.
a honvéd sereg győzelmet alatt jelesítményt. November végén Magyarországra érkezik bentábornok, és az erdélyi csapatok főparancsnoka lesz. Thank you.
állatokban vigasztani, édes reménység. Büszkén szól a jelszó, bércen földön harangozva, Isten fogja. Isten áldjon, drága Magyarország! Három színű a nemzeti logó, mind a három tiszta fénnyel ragyogó. Az első az tiszta, piros, mint a vér, azt jelenti, hogy sok vér folyt el a hazáért. Az első az tiszta, piros, mint a vér, azt jelenti, hogy sok vér folyt el a hazáért. A második tiszta, fehér, mint a hó, azt jelenti, hogy él a magyar lobogó. A harmadik tiszta, zöld, és az marad, azt jelenti, hogy a magyar hű marad. A harmadik tiszta, zöld, és az marad, azt jelenti, hogy a magyar hű marad. Májusig sikeresnek tűnik a szabadságharc. De júniusban Hajnó legyőzi a 7. honvéd hadtestet Győrnél, és elfoglalja a várost. Júliusban Perczel Mór szenved vereséget. Thank you.
igényét, mi nem győzhetünk már sohasem. Ma megláttad az első vért a köveket. Ostoba halál, mondd. Az Isten megáldja. Ma megláttad az első vért a köveken. Ostoba halál, mondd. A jövődet láttad. Augusztus 13-án Görgei tábornok feltétel nélkül leteszi a fegyvert világosnál. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Kis elnő, felelős minisztériumot Budapesten. Lázár Vilmos. Évenként országgyűlést Pesten. Schweider József. Törvényen ti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Ötenberg elnő. Nemzeti hőseg. Örök Ignác. Közös teherviselés. Wagner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Mézics Károly. Esküdszék. Képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Vigyék el tőlünk! A politikai státus fogjuk szabadon bocsáttassanak!
Kamionics János. Unió erdélye. Lufbécsei Károly. Halott